Gifts I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because hanging my stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? A pót télapó. You mind slipping it under the door? Four winds are howling, maybe that'd be growling. My legs feel like straw. Oh, my, kindly would you reply? Is that you, Santa Claus? Yeah! Oh, hang in my stocking, I can hear knocking. Is that you, Santa Claus? Életes. Mama, gyere, nézd meg! Lucy, hol vagy? Lucy, most már indulnunk kell. Valaki, akit nagyon vártál, az áruházban van. Csak nem hazajött a papa. Nem, de őt is szereted. Akkor biztosan James Brown az. Bújj bele. Na, gyere. Tehát egy G.I. Joe készletet szeretnél? Nem felejtem el. Boldog karácsonyt is. Te vagy a legjobb télapó. Szia. Szia, kislány. Isten hozott a télapónál. Ó, téged hogy hívnak, kisasszony? Hát, a nagyiek Frankinek szólítanak, mert fiút akartak, és nagyon csalódtak, hogy nem az lettem. Ha rosszalkodtam, a mama Lucille Francis Collinsnak hív. Ilyenkor tudom, hogy rossz fát tettem a tűzre, és jobb, ha meghúzom magam. De te úgy szólítasz, ahogy akarsz, télapó. Ó, köszönöm. Azt hiszem, maradok a Lucinál. Mondd csak, mit kérsz karácsonyra? Hát, szeretnék egy új sütőt és egy tresszi babát. Tudod, aminek kinő a haja, ha megnyomod a hasát. És valamit az öcsémnek. A mamámnak meg egy új ruhát. Örülne neki, de sajnos nincs ilyesmire pénzünk. De aminek a legjobban örülnék, ha apa hazajönne. Ó, oh. Hol van a papád? Vietnámban. Mit szólnál egy szép babához? Lucy, hadd osszak meg veled egy titkot. Ha a papád nem is lehet itt veled testben, van rá mód, hogy együtt legyetek, tudod, hogy? Nem. Hogyan? Amíg benned él, Lucy, a gondolataidban, az álmaidban, addig mindig együtt lesztek. Hogyha valakit annyira szeretünk, hogy mindig gondolunk rá, az örökké ott él a szívünkben. Azért jobban örülnék, ha tényleg itt lenne. Ugye haza tudod hozni, télapó? Télapó, bármire képes kislány. Fogadtam a legjobb barátommal, Bobbyval, két tábla csokiban, hogyha megkérlek, megengeded, hogy egy kicsit felhúzzam a sapkádat. Nem, ez sajnos nem lehet. Ó, hát nem hagyhatom cserbe Lucyt, hiszen két tábla csokiról van szó, nem igaz? Szentséges mézes kalács, ez ragyog. Igen. Köszönöm, télapó. Most már mennem kell. Boldog karácsonyt kívánok! Azt hiszem, ezt bejegyezzük a könyvbe. Boldog karácsonyt, Lucy! Télapó biztos imádja a munkáját. Ez a legeslegjobb foglalkozás a világon. Felvehettem a sapkáját, láttad, mama? Láttad, milyen jól áll? És tudtad, hogy szánkon utazik? Ralph mindenhová elkíséri, szerintem ő a legjobb ember a világon. Maradj itt, Lucy. Asszonyom, ön Mrs. Bain Collins?
Igen, én vagyok. Hálás nemzetünk nevében sajnos rossz hírt kell közölnöm önnel. Jaj, ne. Ugye nem? Sajnálom. Mama, mi történt? Mi a baj? A papa. Attól tartok, hazajön karácsonyra. I can hear the angels singing. I can hear the angels singing. I can hear the angels singing. Bless my soul. California. Mit szóltok ehhez a meleghez, srácok? 28 fok december 1-én. Ha így megy tovább, ez lesz az eddigi legmelegebb karácsony Los Angelesben. Ne csináld ezt velem! Mi lesz? 450 ezer kilométer nem akar, hogy kipurcanj, te ócska vas! Hé, idióta! Nem látja Mit? A táblát? Ne szálljon ki a kocsijából, Nyugi. Hanem húzzon el innen! Nyugi. Évekig güriztem ezért a helyért, hülye! Miss Collins, megkértek szóljak önnek, hogy a télapó válogatás ma reggel lesz. Az ön irodájában... Igen, kösz, már alig várom. Sok idióta. Nagy nap ez a mai, Lucy. Remek lesz. Megnézed a díszletet? Hol van a vaníliás kávé? Itt vagyok. Elromlott a kávégép, Lucy. Ki kellett szaladnom érte? Tudod, hogyha nem kapom meg a reggeli kávémat, iszonyú morcos leszek. Nagyon szívesen. Nem nagyszerű? Ez kárpótol az összes eddigi szívásért. Semmi gond nem lesz vele. Karácsony is adok. Éljen a Hanuka! Szerintem borzalmas. A nézők imádni fogják. Ezt nézd meg! Őrületes panza. Következetesek vagyunk. Minden vallást számba vettünk. Szóval épp veszekszem az északi sarkon az asszonnyal, amikor hirtelen eszébe jut, hogy elfelejtettük befújni a fát. Erre én előveszem az otthoni kis műhósprémet, és barabim, barabum, megvan oldva. Érti, öregem? Érdekes elképzelés, ilyen tuskó télapot még nem láttam. Muszáj nekem korán reggel ezt bámulnom. Igen, nagyon köszönjük. A következőt. Következő. A következőt. Boldog karácsony. A következőt. Nagyon szépen köszi. Köszönöm. Következő. Jól van. Nagyon szépen köszönjük. Köszi. Következő. Következő. Nagyon köszönjük. Következő. 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 Lucy Collins! Pont téged kerestelek, drágám. Hogy van a Teleshop legkiváló producere? Cameron. Szóval megtaláltátok már a télapómat? Nem, de ha valakinek be kell verni a fejét, van jelölt, és szerintem hívjuk vissza Miss Decembert. Nos, csöppet sem aggódom, bár 24 óra múlva adásban leszünk, és karácsonykor kaszálunk a legtöbbet. Ha valaki ért ahhoz, hogyan szedjen ki minél több suskát a sok otthon ülő idiótából, akkor az te vagy, Lucy. És hogyan? Figyelj! Tudom, mennyire utálod az ünnepeket, de ez a mi évünk lesz. Lekörözzük a QVC-t. Miénk lesz a legjobb karácsonyi Teleshop. Ha segítesz nekem, amit letudtuk a szentestét, felraklak egy gépre, és olyan messze landolsz, amilyen messze csak akarsz. Bora Borán? Ahol csak akarsz. Benszülött pasi kenegeti a hátam. Ha jól osztod a lapokat, veled megyek. Tudod, én csak passziánszozni szoktam. Akar engem a nő, Tyler? Úgy oda van értem. Taylor uram. Tök mindegy. Hé, hey, öregapám! Ez a kolbász az északi sarkról jött. Még a neved is rajta van. Hagyj engem békén, érted? Helyes
helyesen döntöttél, öreg. Közeleg az apokalipszis, ketyeg az óra. Karácsony szent estéje volt. A házban minden nyugodt. Egy lélek sem mozdult, hisz mind halottak voltak. Jól van, na! Üljön össze az inkvizíció, de ha lehet, kevésbé feltűnő helyen. Ne aggódj, találtam egy ideális helyet. Hangulatosabb is lehetne. Nem akartál feltűnést, de hat ilyen fickó mindenhol feltűnést kelt, kivéve itt. Igen. Elkezdhetnénk? Szóval ez egy hivatalos manó intervenció. Igen, igen, tudom. Mi a Karácsonyi Társaság igazgató tanácsa azzal vádoljuk az itt megjelent Szent Miklóst, vagyis Mikit, hogy nem teljesíti a munkavállalói szerződésben foglaltakat. Pillanat, csak azért, mert módszeresen végzem a munkám, és szeretnék a legjobb tudásom szerint eleget tenni utolsó feladatomnak. Nem kell a működésemet megkérdőjelezni. Ismerd el, Miki, halogatod a döntést. Én nem halogatok semmit, Ralph. Ismered a szabályokat? Igen, ismerem. 200 évente új télapót kell keresni és betanítani. A te feladatod, hogy felkészítsd őt karácsony este pontban éjfélig. Különben? Különben életbe lép az apróbetűs rész. Ne. Emlékszel az áradékra, ami a világ végéről szól az északi sark megolvadása miatt? Az özönvíz cikkei. Jaj, ne, ne. Talán elfelejtetted? Ugyan, Ralph, hogyan felejthetnék el ilyesmit? Annyira szeretem a karácsonyt, és nem tudom, ki lenne a megfelelő. Senki sincs a listánkon, akiben megvan az összes különleges képesség, amit keresünk. Maradt még egy személy. Ralph, te éppen olyan jól tudod, mint én, miért került ő a lista legvégére? Pontosan 4 heted van rá, hogy felkészítsd a feladatra, Miki. Különben kezdhetünk kicsi bárkákat építeni. Igen, igen. Nagyon sokat telesok, üdvözlöm. Hey! Jó a szakálla! Mintha igazi lenne. Köszönöm. Én Miss Lucy Collins-t keresem. Ezt itt töltse ki, és várakozzon a többi télapóval, majd szólítják. Kölcsön sokat telesok, üdvözlöm. Láttam, ahogy generációm legjobb manói megőrülnek. Vonszolják magukat az utcán, tojáslikőr ittasan, egy kis karácsonyi vigasságra vágyva. Milliónyi boldogtalan gyermek ordítása kíséri útjuka. Ezt a darabot én írtam. A címe Kafka télapója. Kafka télapója. Igen. Mi a jó büdös franc volt ez? Nem tetszett, oké. Mi volt ez? Jól van, tudom, nem mindenkinek jön be a művészete. A művészete? Húzza el innen a bennem. Mit akar ezzel? Azt, hogy húzza el. Köszönjük. Meghallgatással is fajtám. Ne akarja, hogy oda menjek. Meg nem ért a művészethez, semmit se tud. Takarodjon innen, vagy... Mire társak? Miért kell ezt írni? Mit vétettem? Csak nyugalom, nyugalom. Ott van ő felsége. Mi az? Ó, igen. Igen, ő az, ezer közül is felismerném. Ez aranyos. A következő fickó a Szent Miklóst írta be névként. Ez csak egy a sok nevem közül. Tudják, Mexikóban Papa Noelnek hívnak. Hollandiában Kris Kringlenek, Németországban Weihnachtsmannnak. Még Szibériában is kitaláltak nekem egy nevet. Jégapó. Remek, még egy hibbant. A barátaim Mikinek hívnak. Ó, Lucy, annyira örülök, hogy oly sok év után újra látlak. Sajnálom, de én azt hiszem, tévedésben van öreg. Nem ismerem magát. Reméltem, hogy emlékezni fogsz rám. Sajnálom, de nem. Ha meghallgatásra jött, javaslom, essünk túl rajta. Okay. Meghallgatás? Igen, öreg, ha akarja a munkát, el kell hitetnie, hogy maga az igazi. A sikerülés nem bosszantja fel Lucyt. Van rá esély, hogy maga lesz a télapó 4 hétig. 4 hétig? A televízióban, úgyhogy nézzük, mit tud. Jól van, hova álljak? Kérem, kövessen Szent Miklós. Erre, uram. Hé, Jake, vedd fel a jelenetet, rendben? Persze. Csak válaszunk egy tárgyat ezek közül, és rögtönözzek. Rögtönözzek? Igen, improvizáljon. Próbáljon meg nekem eladni valamit. Rögtönözzek. Igen, tessék. Ügyeljen arra, hogy egyenesen a kamerába beszéljen. Szóljon, ha készen áll, és vetjük.
Felkészült? Igen. Nos, üdvözlök mindenkit. Itt vagyunk a karácsonyi sarokban. Manapság így írják. Nem tudom, hozzá fogok-e szokni. Az elmúlt 200 évben másképp írtuk. Na de lássuk csak, hogy mi van itt. A télapó természetesen sosem reklámozná a dohányzást, de azt hiszem, ezzel a helyes kis öngyújtóval a karácsonyi gyertyákat is meggyújthatjuk. Miki, nem öngyújtó, zokni melegítő. Zokni melegítő? Ha! Szentséges mézes kalács! Mit szóltok, milyen remek karácsonyi ajándék lenne? Lehet, hogy magamnak is veszek néhányat. El sem tudjátok képzelni, hogy fázik az ember lába több ezer méter... Lucy, hol találtad ezt a fickót? Elképesztően jó. Őstehetség. A nézők egyszerűen imádni fogják. Még én is vennék egy olyan zokni melegítőt, pedig nem is hordok zoknit. Felvettük. Én köszönöm. Köszönöm, nagyon köszönöm. Jól van, Miki, a magáé. Gratulálok, Miki. Gratulálok. El sem hiszem, hogy sikerült átmennem a vizsgádon, Lucy. Szentséges mézes kalács. Oké, ami a szentséges mézes kalácsot illeti. Hagyja abba, nagyon idegesítő. Egyébként nem az én vizsgámon ment át, hanem a főnökén. Alig várom, hogy jobban megismerjelek. Tudja, nem hiszem, hogy erre sor kerül, mert a télapó az utolsó dolog, amire szükségem van. Ugye, megbocsát? Cameron, tudod, én még sosem utasítottam vissza ebédmeghívást, de 50 dolcsi egy tál sushiért, amikor egy hotdog is jó lett volna. Mit keresek itt? Tudod, milyen régóta kerestem egy terméket, hogy kitöltse a műsor utolsó részét? Igen. Ezt még senkinek sem mutattam meg, mert nem akartam, hogy a többi csatorna esetleg lenyúlja az ötletemet. Ez lesz a nagy fogás. A legnagyobb fogás. Szerencsés 13-as. Köszönj szépen a kicsikének, aki segít kiütni a többieket a nyerekből karácsonykor. Megjelenik a képernyőn is, minden amerikai kölyök ilyet akar. Cameron, én még soha életemben nem szóltam bele, hogy milyen szemetet árulunk a csatornán. Mindenki tudja, hogy szemét, és ha az embereknek ez kell, akkor vegyék. De ez a legszemetebb szemét, amit valaha kitaláltál. Na jól van, beszélj. Ezzel túllőttél a célon. Most fizess. Na de hát, kérlek, Lucy. Hagyjál! Lucy, de a számlát! Szóval minden, amit mondanom kell, az megjelenik ezen a monitoron. Ó, milyen remek találmány ez. Jól jönne egy ilyen szerkezet, amikor beszédet kell mondanom a manóbálon. Maga aztán szeret játszani, nem igaz? Játszani? Igen, egyfolytában télapót játszik. Ó, nem. Sajnos csak 200 évig lehetek télapó. Ez van. Biztos, ha maga mondja. Nekem tetszik. Elnézést, ő felsége vár. Jól van. Szia, Lucy. Szia, mondd neki még. Lássuk, az automatából kifogyott a csoki. A tolmácsunk épp a Kwanza 7 alapelvét fordítja Suahéliből a műsorkedvéért. Hát, ez tetszik. Az öcséd Wayne egy órája vár az irodádban a kislányával. Jó reggelt, Lucy. Ki engedett be idegent az irodámba? A biztonsági őr ezért megüti a bokáját. Én vagyok az Lucy néni. Aisha? Te vagy az? Aisha, kicsim, ölej meg! Meg se ismertelek, te lány. Látom, egy csúnya öregembert is hoztál. Micsoda meglepetés, öcsikém. Ne játszd meg magad. Nem ért váratlanul, Lucy. Bevett szokás, hogy karácsonykor nem akarsz velünk beszélgetni. Igaza van. De képzeld el... Mit? Karácsonykor szólót énekelek a templomban. Illene oda tolni a képet, hogy drukkolj nekem.
Ez övön aluli ütés. Az unoka húgommal akarsz a lelkiismeretemre hatni. Nem mintha lenne lelkiismereted, ami jól lehet. Jól van, igyekszem úgy intézni, hogy ott legyek. De egyelőre úgy néz ki, hogy Bora-Borára kell mennem, mert a cég, amelyiknek dolgozom, terjeszkedik. Abban viszont segíthetnétek, és azt nagyon megköszönném, hogy mi a fenét adjak anyának karácsonyra. Persze. Kit akarsz átverni? Senkit nem verek át. Segítenetek kell. Adjak neki pénzt, vagy inkább költ sokat vásárlási utalványt. Hé, Lucy, hagyd már abba. Ez olyan szánalmas. Még a hinduk is jobb ajándékot adnak. Jól van, angyalom, köszönje Lucy nénitől. Nagyon sok dolga van. Szia, Lucy néni. Hogy jönnek ide a hinduk? Te semmit nem tudsz a hindukról. Nem is ünneplik a karácsonyt. Tudom, hogy eljössz, Lucy néni. Hello, te biztos a Lájsa vagy? Ezt honnan tudod? Nem lennék túl jó télapó, hogyha nem tudnám a nevedet, ugye? Szia, télapó! Szia! Szia, kicsim! Szia, Lájsa! Szia, télapó! Szia! Nem kéne máshol lennie? Mondjuk a raktár. Raktárban? Ó, nem, nekem saját ruhám van, köszönöm. És a fodrász a sminkes? Csináltassa meg a rózsás orcát, a piros orrot. Lucy? Elnézést. Figyelem, hölgyeim és uraim! És gyerekek! Holnap, amikor adásba megyünk, ez többé már nem a kölcs sokat lesz emberek, hanem a gülizünk együtt keményen és sokat. Ez jól hangzik, igaz? Mindig a főnöknek vannak a legjobb ötletei, nem? Hát ez igaz. Szóval olyan keményen fogunk dolgozni, hogy nem sok időnk jut ünneplésre. Éppen ezért ma este mindent én állok. Igen, köszönöm. Mielőtt a lovak közé csapunk, engem ért a megtiszteltetés, hogy bemutassam önöknek az ünnep legragyogóbb csillagát. Ami saját és egyedülálló télapónkat. Na, nézzed szépen a kamerába és mosolj. Oda néz, csinálnak rólunk egy képet. Remekül hangzik. Mi jövünk? Szia! Télapó, ő az öcsém, Jeff. Ó, szia, Jeff! Örülök, hogy látlak. Én is örülök. Ó, tényleg? Köszönöm. Mi az, amit a legjobban szeretsz a karácsonyban? Szeretek ajándékot adni a nővéremnek. Ő a legjobb barátom. Szeretsz ajándékozni? Az idén valami nagyon különlegeset adsz neki, ugye? Azt hiszem, tudom, mi az. Megsúghatom. Tudod a titkomat. Hiszen én vagyok a télapó, nem igaz? Igen, tényleg te vagy. Igen, az. Én vagyok. Szeretlek, télapó. Én is szeretlek, Jeff. Csodálatos kisfiú vagy. Meg is van. Kérsz ajándékot. Télapótól mindenki kap ajándékot. Jó hét, Lucy. Ó, maga az. Szeretném megköszönni, amit ma este tett. Különösen azzal a Jeff gyerekkel. Ó, Jeff sokkal többet adott nekem, mint én neki. Eszembe juttatta, hogy mindig a legártatlanabbak örülnek a karácsonynak. Erre mi nem köteleztük. Nincs benne a szerződésében. Nem kap plusz pénzt. Egy másik szerződés azonban elvárja az ilyen viselkedést. Persze, hiszen maga a télapó. Lucy, a világnak szüksége van arra, amit én képviselek. Ha az emberek már csak egy mókás, piros ruhás öreg urat látnak, akkor elveszítik a kedvességbe, jóságba vetett hitüket is. Oké, nézze. Erre most semmi szükség. Nem vagyunk adásban. Lucy, a papád nem örülne, ha ilyennek látna.
papám. Mit tud maga az én apámról, mi? Hát nem emlékszel rá. Évekkel ezelőtt az áruházban, amikor kislány voltam. Jól figyeljen rám, öregem. Nem tudom, kivel beszélt a magánéletemről. Én nem. De másszon ki belőle, mert ez nem magára tartozik. Oké? Okay? Tick-tock, Mickey. Tick-tock. Nézd csak, ott az utca túloldalán a konkurencia. Mi meg beledöglünk ebbe a melegbe. Tessék. Ah, nagyon köszönöm. Jó. Hé, Mickey, a piros lámpára figyelj. Abba a kamerába beszélj, amelyiken a lámpaig, jó? Próbálj minél természetesebb lenni. Értem, mire gondolsz. Köszönöm. Hol van a vaníliás kávém? Miért kell minden áldott reggel könyörögnöm azért az átkozott vaníliás kávéért? Miért nincs itt? Elnézést, Lucy, Cameron kutyáját kellett elvinnem. Mi köze van mindehhez az én kávémnak? Semmi. Igen. Szívesen. Jól van. Adjuk el a csillagokat is az égről. És 5, 4, 3, 2, szignál! Merry Christmas and a Happy New Year! Kellemes ünnepeket mindenkinek! Ma én leszek a házigazda itt a csodálatos, megújult karácsonyi sarokban. A manóim itt a kölcs sokatnál rengeteget túlóráztak csak azért, hogy nektek minél jobb portékákat ajánlhassunk erre a csodálatos ünnepre. Lássuk csak, ez micsoda, ha? Ez egy 12 napig zenélő karácsonyi nyakkendő. Hát nem... aranyos, ugye az? Csak egy gombnyomás, és már is megszólal egy kedves karácsonyi dal. Mindez csupán 15,95 plusz posta költség, de biztosan bearanyozza az ünnepeket. Jól csinálja. Nagymami, erről a télapóról beszéltem. Ő volt Lucinál. Annyira ismerős. Pont olyan, mint évekkel ezelőtt. Nem. Nem iszom több tojáslikőrt. Szentséges mézes kalács! Nem hiszem, hogy ez a mi műhelyünkben készült. Tessék, ebben teljesen belepirultam. A télapú általában nem tart felnőtt dolgokat a puttonyában, de ez az eset kivételes. Improvizál. Emlékszem, a 80-as években, azt hiszem 88-ban történt, hogy egy pajzis manó kertett néhány kánkát látszott. Nem, az én műsoromban nincs improvizálás. Télor! A súgógépet olvassa! De maradta őket a puttonyomba, és... Mickey! A súgógép. Bocsánat! Hölgyeim, képzeljék el, hogy hazajön a férjük, és ebben a merész, tiszta sejem neglizsében találja otthon önöket. A pici 34-estől egészen a legnagyobb méretig kapható. Várjam csak! Akkor talán a feleségem méretében is van, Kölcsön sokat telesok, nálunk megtalálja, amire szüksége van, kérem tartsa. Kölcsön sokat. Igen, asszonyom, egy tucat zenélő nyakkendő. Igen, mi is imádjuk a télapot, kérem tartsa. Kölcsön sokat telesop. Sí, señor. Feliz Navidad. ¿Qué desea usted? Sí. Muchas gracias. Kérem, tartsa. Kölcsön sokat telesop. A neglizsé? Nagyon sajnálom, férfi méretben nem kapható. Kérem, tartsa. Lucy! Az irodámból figyeltem. Ez az ember aranyat ér. Most mi jön? A 13-as. A szerencsés 13-as. Nos, a következő, amit láthatjátok, a télapú. Hiteles mása. Az ára pedig 29,95. Ez nagyon drága. Biztosan tud valami különlegeset a fickó. Csak meghúzzuk a karját, és megtudjuk,
Mitől olyan különleges? Tiéd a jackpot! Jackpot? Mikulás? Jackpot! Én ezt nem adhatom el! Lucy? Igen? Mit csinál? Én ezt nem tudom. Megint improvizál. Nem! Nézd, Taylor, ezt nem tehet! Ó, remek, ez kinyír minket, lehúzhatjuk a rolót. Én szóltam előre, hogy hülye ötlet. Te vetted fel ezt az elmeteget? Még, hogy én? Igen, old meg, én megyek a telemarketingre. Remélem azért még sikerül eladni valamit, szabadulj meg tőle, rúgd ki! Jól van, lássuk csak. Váltsunk másik csatornára. Nem érdekel, melyiket játszátok be. Csak keverjétek le az öreget. Oké, váltunk, VTR2. Helló, sportársak! Ez itt a Nagy Fogáshorgász magazin, amelyben ma... Miki. Mi a büdös franc folyik itt? Elment az eszetek? Csak a súgógépet kéne olvasnia. Miért nem segítetek neki? Maga meg mit művelt? Sajnálom, Lucy, de ez a mechanikus babáj... Nehéz felfogni, hogy nem a maga feladata eldönteni, milyen termékeket árulunk? Nem, de a lelkiismeretem nem engedi, hogy egy tudja ilyen... mit? Majd én megoldom ezt a problémát. Ki van rúgva? Hogyan? Ki van rúgva, érti? Oké? Taylor, tüntesd el őt a szemem elől. Lucy! Hol van? Hol van Miki? Meg akarom csókolni a rózsás kicsi orcáját. A telefonvonalak izzanak. Amerika imádja a télapónkat. És én is. Ez az öreg ember negyedmillió dollárt hozott az első 20 percben. Mindjárt jövök. Hová megy? Gondolom, megkeresi Mikit. A télapó elhagyta az épületet. Köszönöm. Bocsánat, nem látott véletlenül egy télapónak öltözött ürgét? Én mi vagyok, Hófehérke? Nem, de magát kérdeztem. Igen, arra ment egy télapó. Hé, Miki! Ó, maga nem Miki, bocsánat. Semmi, nincs meg. Itt a jelentkezési lapja, de nem hiszem, hogy segít. Miért nem? Az északi sarkot írt a címnek. Ó, remek, remek, elmebeteg. Nézd meg az összes kórházban és diliházban, jó? Várjunk egy percet. Miért én? Hogy miért te? A te hibád, hogy kirúgtam őt. Miért az én hibám? Azért a te hibád, mert ez egy tévétársaság, és itt így mennek a dolgok. Ó, már értem. Hát persze. Happy little Christmas and a very good new year. Hol a söröm, Szivi? Várd ki a sorodat, Póli! Hé, drágaságom, nem ugrasz fel az északi sarkra és nézed meg a kérómat? Jobb ötletem van. Gyere fel a kéromra és nézd meg az északi sarkra! Elébredjen, te részeg disznó! Oh. Csak nem az öreg faszi, aki elhappult előlem azt a jó kis munkát! Amíg ezt a sapkát viseled, nem viselkedhetsz úgy, mint egy hormon túltengéses kamasz! És mi lesz akkor, ha mégis fater? Kiültetod a fogad fehérjét is? Nem, majd én megtanítalak te! Védd magad, ember! Inkább igyatok. A következő kört én állom, és bocsánat, nem tudja, mit beszél. Gyere már! Még egy szó, és beverem az orrát! Kérlek, menjünk! Minek avatkoztál bele? Csak féltettem az orrodat. Félkézzel is elintéztem volna a fickót. Efelől nincs kétségem, ülj le, mutatok valamit, csücs. A Gunnbjörn Gletscher, Grönlandon. Hamarosan csak Gunnbjörn jégkocka. Az apró betűs rész életbe lépett. Kifutunk az időből. Boldog karácsony! Talán nincs szükség karácsonyra. Kellemes ünnepeket, fiam? Ja, hát te mondod. Erről beszéltem. Én már mindent megpróbáltam. Szentségtörést követtem el. Elárultam az ünnepet, amikor beálltam a tévéshopba, ráadásul kirúgtak. Minden tiszteletem a tiéd, de nem hagyom, hogy mindent eldobj és sajnáltasd magad. Különösen, hogy én még úszni sem tudok. Ha olyan okos vagy, mondd meg, mit tegyek. Elfojtott emlékekkel van dolgunk, tehát ha sikerül előhozni belőle a kislányt, van rá esély, hogy ismét szeretni fogja a karácsonyt. Nem csoda, hogy elfogyok. Tudod, mi kell neked? Mi? Egy kellemes kis karácsonyi ünnepség. Erre befizetek. On the mountain that Jesus Christ was born.
Nem szabad most feladni. Erről szól a karácsony, nem igaz, Ralph? Ezt muszáj megmutatnom Lucy-nak. Tudod, mekkora szarban leszel, Taylor, ha nem találod meg az öreget? Várj egy kicsit, csöngettek. Nos? Mi nos? Taylorral beszélek, még nincs meg. Figyelj, nem Cameron érkezett meg. Pokollá fogja tenni az életünket. Mondd meg Taylornak, ha nem találja meg nekem Mikit, ki van rúgva, sőt, az egész családja ki van rúgva. Ők nem neked dolgoznak. Akkor először felveszem őket, aztán kirúgom, add ide. Taylor, jól van. Jól figyelj. Ha megtalálod Mikit, kapsz tőlem egy saját irodát. Nagyobb lesz, mint Lucy. Igen. Szemét! Csak keresd tovább! 12 óra múlva adásban leszünk. Igen, meg kell találnom azt a vén Miki! Hello, Mr. Dixon. Taylor, az új irodádat felejtsd el. Miki, annyira boldogok vagyunk, hogy újra látunk. Köszönöm. Szeretnék elnézést kérni amiatt a kis nézeteltérés miatt. Mármint amiatt, hogy kirúgtak? Kirúgtunk! Mi? Kirúgtunk! Így értelmezted Lucy szavait, hát, hogy kirúgunk? Nem, úgy értette, hogy kirúgunk a hámból. Megünnepeljük, Miki, igen, megünnepeljük, hogy ilyen remek voltál. Amerika visszavár, Miki, és mi is. Van egy ötletem, megduplázom a fizetésed. Mi? Nem, jól van, megtriplázom, és nem. Los Angeles egyik legkellemesebb helyén szállásolnak el. Hol? Itt. Itt? Itt? Itt. Lucy nagyon örül, hogy egy igazi télapót láthat vendégül itt a lakásán. Én... És így legalább nem tűnsz el megint. Ó, csodálatos. Nagyon tetszik az ötlet. Ha Lucy nem bánja. Ugyan, dehogy. Az én télapóm és az én Lucy-m. Egy valami fokozhatja a boldogságomat. Tudjátok, mi az? A pénz illata. Magatokra hagylak. Ne is álmodjon róla, hogy bemászik az ágyam. Ez jobb, ha megjegyzi. Ne luszízzon itt nekem. Lucy, tudom, hogy van valami varázsereje, amivel ráveszi az embereket. Mi van? Sokkal fontosabb dolgokat kell megbeszélni. Például? Nem voltam egészen őszinte hozzád. Hogy érti ezt? Nagyon régóta figyellek, ami azt illeti egész kislánykorod óta. Micsoda? Igen. Lucy! Nem, Lucy. Ez olyan! Az én nevem tényleg Szent Miklós, és valóban én vagyok a télapó. Sokkal jobban érzem magam, hogy tudom, maga a télapó, és leskelődik. Mit csinál? Várj! Lucy! Nézd! Wow! Ez valami eszméletlen jó. Tudja, mennyi pénzt kaszálhatunk ezzel? Lucy! Mi az? Én nem akartam ezt tenni, de nincs más választásom. Hunyd le a szemed. Nem. Hunyd le a szemed. Boxer van nálam. Csukd be a szemed! A másikat is. Mindkettőt. Mindkettőt. Sötét van itt. Ha lenne egy pár vörös papucsom, akár valami mesébe is képzelhetném magam. Nyisd ki a szemed, Lucy! Szia, Lucy! Én Ralph vagyok, a télapó főmunkatársa. Isten hozott az északi sarkon. Szia! Furcsa álmom volt. Azt álmodtam, hogy felébredtem, és manók vettek körül. Ez már nem vicces.
Ez nem igaz, ez nem igaz, ez nem igaz, nyisd ki! Jól van, igaz, fázik a lábam. Megfagyok, és azt sem tudom, hogy mindez miért. Biztos azért, mert ez egy gleccser. Ez nem gleccser, Lucy. Ez egy sarki hósapka. Hogy ez nem jutott eszembe? Meg tudnád mondani, miért nem vagyok a lakásomon, és miért vesznek körül törpék? Azt mondta törpék? Jól van, oké. Mi manók vagyunk. Jól van. Ó, tényleg? Mi a különbség? A törpék a fekete bárányok. Azokat a manókat és koboldokat hívjuk így, akik gyakran berúgnak a parton éjjel. Vannak manók és koboldok, akik gyakran berúgnak esténként a parton? Ó, értem. Tőled aztán sokat lehet tanulni. Te nem igazán illesz bele ebbe a manó képbe. Vajon miért nem? Genetikai hiba. Ó, genetikai hiba. Lucy, ezt próbáltam neked elmagyarázni. Tudom, hogy hihetetlennek tűnik, de minden igaz. Minden, amit a télapóról valaha hallottál, igaz. Rendben, és hol van Rudolf? Pillancs ki az ablakon. Jól van, szóval Rudolf létezik, de ó, a felesége. Igen, bemutatom neked Helgát. Lucy, szívesen üdvözölne, de csak norvégul beszél. Én is. Tessék, így hangzik. Ingen, tingen, take for, om. Főnök, sürget minket az idő, nem léphetnénk tovább. Lucy, szeretnéd megnézni a műhelyemet? Gondolom a nemet, nem fogadj el válasznak. Amikor azt mondta műhely, azt hittem egy kis fickó lesz itt rengeteg szerszámmal. Igen, nehéz lesz búcsút mondani ennek. Ezt meg hogy érti? Később elmondom. Most mutatni akarok valamit. Gyere vele! Igen. Ez az? Igen, ez az. Ez az a bizonyos szánkó? Ez az a bizonyos szánkó. Megfoghatom. Igen, be akarsz ülni? Szabad? Csak tessék. Jól csinálom, mi? Istenem, micsoda hifi berendezés. Ez valóban klassz. Impulzus aktiválja az erősítőt. Körülbelül 1000 kW a teljesítménye csatornánként. 7 hangszóró, valamint egy tuti basszus tartozik hozzá. Így jobban szólnak a karácsonyi dalok. Ó, hát ez klassz. Ó, igen, ezt meg kell kérdeznem, ha már egyszer itt vagyok. Hogy tudjátok szétosztani azt a rengeteg ajándékot egyetlen éjszaka? Lucy, hallottál már a kvantummechanikáról, a relativitás elméletről, vagy az időtér kontinuumról? Nem. Nos, mi gyorsak vagyunk, ha? Nagyon-nagyon gyorsak vagyunk. Akkor... Csak egy kérdés maradt. Mondjuk elhiszem, hogy maga a télapó, de hogy a fenébe jövök én a képbe? Ralph, te és a fiúk magunkra hagynátok? Kérlek. Igen, persze, főnök. Jól van, emberek, tojáslikőr szünet. Kapcsoljátok le a fényeket, rendben? Lucy, mint már említettem, kis híján 200 éve vagyok télapó, de ez még nem minden. Az előző télapó szintén 200 évig szolgált, csak úgy, mint az őt megelőző, és így tovább egészen az eredeti Szent Miklósig a harmadik században. Igen. Sajnos, hamarosan véget ér a megbízatásom, és a karácsonyi dekrétum kimondja, hogy találnom kell egy utódot a helyemre. Pontosan szenteste éjfélig. Ha nem sikerül, akkor életbe lép az apró betűs rész.
És mi az apró betűs rész? Gondolom, hallottál már a vízözönről és Noéról? Igen. Ezúttal nem lesz bárka. Na menjen már! Azt akarja bemesélni nekem, hogy azért volt vízözön, mert a télapó nem talált utódot. Nem mintha elhinném, de maga miért aggódik emiatt? Hiszen ezerrel keresi az utódját, nem? De igen. És megkeresett engem, hogy segítsek, mert én rengeteg embert ismerek. Mit akar, mit tegyek? Hunyd le a szemed, megmutatom. Ez a szembe csukósdik, kezd egy kicsit unalmas lenni. Most már kinyithatod a szemed. Jól nézd meg. Mi az, amit látsz? Az a tamami. Ó, Istenem! Az én vagyok! Nézzenek oda! De helyes voltam. Az öcsémet mindig nagyfejűnek hívtam. Édes Istenem, ez az áruház. Ott van az az utálatos kölyök Bobby, aki folyton az orrában kotorászott. Mit keresünk itt? Ezt akartam megmutatni neked. Emlékeztetni akartalak erre. Hiszen két tábla csokiról van szó, nem igaz? Tessék! Az a sapka. Csak akkor ragyog, ha olyas valaki viseli, aki minden egyes porcikájával hisz a karácsonyban. Te ilyen vagy. Vedd el, Lucy. Te vagy, akire oly rég várok. Nem. Tudom, hogy engem hibáztasz, de kérlek, megígérem, ha felteszed ezt a sapkát, nem. Minden világossá válik. Csak adj egy esélyt. Nem akarom, nem tudja felfogni, hogy nem. Megérteném. Én ezt nem akarom. Nem akarom a felelősséget, tudja, mit akarok? Azt, hogy hazavigyem vissza a saját életembe. A saját igazi életemet élni. Ezt szeretném. Köszönöm, Téla. Ha valóban ezt akarod. Hunyd le a szemed. És minden, amit láttál, ez az egész álomnak fog tűnni. Biztosan elbóbiskoltam. Furcsa álmom volt. El akarta hitetni velem, hogy maga a télapó. Nem akarsz róla beszélni, Lucy? Nem. Kérlek. Nem, ugyan, nem, nem. Kérlek, nem. Csak egy egész életre elegem lett a télapókból. Megyek aludni. Jó ét. Nem, figyeljen. Nem, nem. Ha esetleg fázna, akkor talál takarót. És párnákat itt a lépcső alatti szekrényben. Hé, főnök. Bocs, hogy beleszólok, de miért nem tetted egyszerűen a fejére a sapkát? Nem kényszeríthetem, hogy elfogadja a sorsát. Ha nem látja be, hogy ki ő, úgyis mindegy. A vizsgáló bizottság jogosan kérdőjelezte meg a képességeimet. Kezdettől fogva csak szerencsétlenkedtem. Túl sokáig vártam, hogy beszéljek vele, azután meg csak elrontottam. És most mit akarsz tenni? Nos, én már nem tudom. És ez még semmi. Az előrejelzések szerint az országban sehol nem lesz hóesés egész decemberben. El tudjátok ezt képzelni? Nagyon szuperül nézel ki. Egy percet sem aludtam. Utálom a vendégeket. Pedig a vendéged iszonyatosan népszerű. Az összes napilapban benne van. Úgy hívják, hogy a legjobb teletélapó. Hol az a lány a kávémmal? Miért nincs itt, amikor szükség van rá? A neve Lili. Remek. A kocsim is lerobbant. Nem értem, miért azzal az úgykavassal jársz? Ó, Istenem! Mert az édesapjáé volt. Nem is zavarom a családi találkozót. Taylor... Viszlát később. Taylor, szia. Én... Most akkor... Szia, anya. Soha sem hívsz vissza. Dehogy is nem, illetve én vissza akarlak hívni, csak új telefonközpontunk ugyan, van, és... Ugyan, engem ne akarj becsapni. Figyelj. Tudom, hogy utálod az évnek ezt a szakát, de ez így nem mehet tovább. Micsoda? Milyen életed van? Egyedül élsz egy lakásban.
Csak jössz-mész, senkit sem szeretsz, és téged sem szeretnek. Tudom, kicsim, az én szívemen is ott a seb, és nem múlik el úgy karácsony, hogy ne fájna. Tudod, mi segít át? Mi? Hogy te itt vagy. Az édesapádat látom benned. Anya, ne haragudj, de én most erre nem érek rá, muszáj dolgoznom. Jól van, kicsim. De majd hívlak, rendben? Rendben. Majd talán holnap. Megígérem, hogy hívlak. Szia! Várni fogom. Srácok, tudjátok, az egyik kedvenc időtöltésem számolni a napok múlását karácsonyig. És most ti és a családotok együtt számolhattok velem egy különbejáratú, okos kis adventi naptárra. Minden nap egyre közelebb helyezhetitek a kis Jézust. Ő az. Szóval minden nap egyre közelebb helyezhetitek Betlehemhez. A mamáknak nem kell aggódniuk, hogy a csöpségek eltörik ezt a különleges ünnepi naptárt. Ugyanis a kis Jézust kőkemény, törhetetlen, polisztirolból készített. Remek, műanyag Jézus. Ez nem is szentségtörő. Ó, úgy tűnik hamarosan vége a műsornak. Lássuk, mi az utolsó telefon. Dolog, amit... Telefon! Ó, egy pillanat. Szeretnék, ha beszélnék a telefonon a egy nézővel. De hogy elkapcsoljatok. Elnézést, álljon odébb. Halló! Szia, télapu! Meredith vagyok, Dover Canyonból, Kaliforniából. Szia, Meredith! Szeretnék kérdezni tőlem valamit? Miki, ne ezt a telefon. Nem? Nem. Kihangosított tökre, nem? Ma mindenki szerepe. Engem Koreából adoptáltak, amikor kisbaba voltam. Azt szeretném tudni, hogy ott koreai télapu van. Ó, Meredith, ez egy nagyszerű kérdés. Igazán nagyszerű. Kamera, tudod, kamera, erről eszembe jut egy vers, amit egy barátom, B.J. Wright írt a télaporról, valahogy így hangzik. Kedves drága gyerekek, egyszer egy ember meglátta, amint elszelelek. Aznap, amikor ő meglesett, bőröm fehér, csizmám fekete lett. A többi nem érdekes. Minden év végén, amint valami karácsonyi szellem, olyan alakot öltök, amilyet szeretnék. Lehet a bőröm színe akár fehér, sárga vagy fekete. Van úgy, hogy a szemem vágott, máskor viszont nagy és kerek. Emlékszem, egyszer nő is voltam. Mégis mindig én vagyok az. Lehet, hogy nem hiszitek, mindez igaz, de semmi baj. Én hiszek bennetek. És még benned is hiszek, Lucy. Csodálatos lelked van. Remélem, egy napon rájössz. És megmutatod a világnak. Ez meg mi? Az én nevemet mondta? Azt mondta Lucy. Szerintem a kislány nevét. Azt mondta Lucy. Visszajátszanál. És még benned is hiszek, Meredith. Csodálatos lelked van. Remélem, egy napon rájössz, és megmutatod a világot. Jól van, akkor most megyek és megnézem a statisztikákat. Minden nap? Ennyi, köszönjük. Jól van, emberek, álljatok be a következőre. Remek volt. Köszönöm, Téo. Ez olyan csodálatos volt, télapó. Megható. Nagyon köszönöm. Azt hiszem, a mi műsorunk ma a nyomába se fog érni. Mindannyiunknak ugyanaz a főnöke, úgyhogy mázoltok. Magának meg, uram. Én nem beszélek magával. Nem érteni, mit mond. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry Christmas. Make the Yuletide gay.
she'll be far away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we always will. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Szia, Lucy! Itt a kávéd. Köszönöm. Azt mondtad, köszönöm. Nem, én nem. De igen. Nem, nem mondtam. De igen. Itt mindenki halucinál, én nem szoktam megköszönni. Once again, as in olden days, happy golden days. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once. Továbbra is hőrítő melegre számíthatunk Észak-Kaliforniában, mintha megbolondult volna az időjárás. Az egyenlítő környékén óriási viharok tombolnak. A meteorológiai szolgálattól nem kaptunk magyarázatot. Ralph? Nagy baj van. Ez meg mi? Úszógumi. Bár ne néztem volna meg a Titanicot. Egy szokatlan ajándék ötlet azoknak, akik az utolsó pillanatra hagyták a vásárlást. Ezek a rosszaságok küldjék el a költ sokat virtuális ajándékát. Virtuális ajándék. Képzeljétek el. A szeretteitek karácsonykor kapnak egy helyes kis e-mailt, hogyha rákattintanak, megjelenik annak az ajándéknak a képe, amit az ünnepek után készhez kapnak. Hát... ennyi volt az utolsó műsor. Ó, ne feledjétek! A legközelebb telefonáltok, kérjetek a diszpécsertől költ sokat felfújható gumicsónakot is. Ki rakta be a gumicsónakot? Ki nézte a katalógusból? Legyen neki karácsony. Mielőtt elbúcsúzom, szeretnék néhány szót szólni, ha szabad. Akármilyen nehézségekkel kell szembenéznetek a közeljövőben, sose veszítsétek el a hitet. Ha a szívetekben sikerül életben tartani a karácsony szellemét, mindent túléltek. Boldog karácsony nektek! Isten óvja! Viszlát! Sok szerencsét! Mihez kíván szerencsét? Jól van, emberek, ennyi. Jól van, Miki. Csodálatos befejezés volt. Figyelem, emberek! Egy kis figyelmet kérek, szeretnék bejelenteni valamit. A világ valaha élt legjobb télapójának köszönhetően fennállása óta először a költ sokat telesop több karácsonyi ajándéktárgyat adott el, mint bármely más telesop az országban. És ez természetesen azt jelenti, hogy idén mindnyájunknak sokkal gazdagabb karácsonya lesz. Furcsa, de hiányozni fog. Igen. Nem is emlékszem, mikor élveztem ennyire ezeket a borzalmas műsorokat.
Maga kicsoda? Tudom, hogy én csak egy gyakornok vagyok, de... ha nincs jobb dolgot, segíthetnél fát díszíteni. Remekül hangzik. És van benne valami pajzán. Pesgőt, Lili? Igen, kérek. Mondd csak, Miki, mit szólnál, ha az ünnepek után összeülnénk egy kicsit, és megbeszélnénk a közös jövőnket? Szerintem mi nagy dolgokat művelhetnénk együtt. Nagyon köszönöm, Mr. Dixon. De félek, az én pályafutásom, mint télapó, véget ér. Ez butaság. Benned minden megvan, ami kell. Emberek millióinak, te vagy a télapó. Hadd gratuláljak, kedvesem, úgy tűnik, mégis megcsináltuk. Lucy, kezd csak te. Kezd el. Tudom, hogy eleinte sokat szekáltalak. Úgy gondoltam, nem felelsz meg az elvárásnak. De tévedtem. És hiszek neked. Bár igaz lenne mindez. Hogy érted? Remélem, egyszer megtalálod, amit keresel. Mi a francért csinálod ezt velem? Kidolgozom érted a belem, és ezt kapom cserébe. Lucy! Úgy tűnik, ma már nem visz haza ez a régiség. Elvigyelek? Persze. Visszajövök érte, ha hazajöttem Bora Boráról. Hát, Lucy, megcsináltad. Ó, jut eszembe. Holnap indulsz. És van még egy picike kis ráadás abban a borítékban. Ó, remélem készpénz, hogy legyen mit adnom a helyes kis benszülötteknek. Nem, sokkal jobb, mint a pénz, Lucy. Én vagyok. Hát nem érted. Szükségünk van egymásra. Külön-külön csak jók vagyunk, de együtt. Fantasztikusak. Nem szeretnélek megbántani, Cameron, de én nem szeretlek. Egyáltalán nem bírom a búrát. Szerelem! Sokkal jobb dolgok is vannak annál. Mint például? Ja, hatalom, tekintély, a világ összes pénze. Te nem vagy normális. Ismerlek. Te is ugyanazt akarod, amit én. Nyerni akarsz és irányítani. Könyörtelenek vagyunk. Én nem vagyok könyörtelen. Nekem még a szókészletemből is hiányzik. Én már minden szépen megterveztem, Lucy. Először is. A következő igazgatósági ülésen téged nevezünk ki az én helyettesemmé. Aztán a költsokat csatornát kihasználva kiépítjük a saját média birodalmunkat. Jövő ilyenkor, miénk lesz a világ? Jövőre, miénk a karácsony? Állj félre! Mi? Talán baj van? Igen, igen, nem is tudom, miért mondom ezt. Nem jellemző rám, de... senki,
Semmilyen körülmények között senki nem sajátíthatja ki a karácsot. És miért nem? Miért nem? Mert én nem engedhetem. Te nem engeded? Igen. Tudom, hogy furcsán hangzik az én számból, de én nem engedhetem. Ha nem akarod, hogy valami furcsát tegyek, jobb, ha most rögtön félreállsz. Jól van. Hát, ez egész jól ment. Hello, Miss Collins. Figyelem, emberek! Úgy látom, ha nem történik valami csoda, ma lesz az utolsó munkanapunk. A terv a következő. Mindent úgy csinálunk, ahogy szoktuk. Miki hamarosan megérkezik, és szétosztjuk az ajándékokat. A különbség csak annyi, hogy miután Miki átadta az utolsó csomagot, ő nem lesz többé télapó. Adna valaki Helgának egy zsebét? Fiúk, akármi is történik velünk karácsony után, szembenézünk vele, és emelt fővel. Persze, hogy felemeljük a fejünket. Különben vízbe fúrunk. Miki! Itt vagy? Miki? Oké, nincs itt. Ez mi? Lucy, ha szenteste elolvasod ezt a levelet, talán még nem késő. Kérlek, próbáld fel a sapkát. Akkor minden világossá válik. A világ tetején várlak. Hátra eljössz. Miki. Szentséges mézes kalács, ez ragyog. Igen. Szentséges mézes kalács, ragyog. Én vagyok a télapó. Szentséges mézes kalács. Havazi! Jó van, srácok, ezerszer átvettük. A nehéz dolgok az aljára, a törékenyek a tetejére mennek. Billy? Nem. Ralph! Ezt meg kell nézned. Én vagyok a télapó, hát nem nagyszerű. Tököm a télapó. Hé, hey, Miss Collins, jobb, ha felöltözik. Lehűlt a levegő. Ezzel talán vége a melegfrontnak. Igen, talán. Így jobb? Igen, azt hiszem. Csak el kéne jutnom a világ tetejére, és fogalmam sincs, hol van. Nos, csak egyetlen ilyen nevű helyet ismerek. Ott szoktam sörözni. Az egy bár? A Sunset-en. Hol lenne máshol, mint Hollywoodban? Hívna nekem egy taxit. Taxit? Los Angelesben? Ilyenkor? Viccel? Hé, Miss Collins! Teljesen úgy néz ki, mint a télapó. Már is! Ez gyorsan megy. Nagyon gyorsan megy. Hová, hölgyem? El kell jutnom egy kis csehóba a Sunset Boulevardon, vagy vége a világnak. Nekem mondja. Robespierre! A nevem Ralph, és nem maradt túl sok időnk. Jól van, de ide figyelj! Te ne oktass ki! És indulás! Hozzak még egyet, Miki. Ó, nem, Sally. Öt pohár almabor, azt hiszem, elég lesz már. Igen. Magyarázattal tartozik. Lucy! Igen. Olvastad a levelem? Igen, olvastam. Feltettem a sapkát, és ragyogott. Igen. Ragyogott a fejemen. Ez azt jelenti, amire gondolok? Azt, hogy én vagyok a télapó, és ez tuti? Ez tuti.
Te jóságos ég! És mi van azzal az apróbetűs résszel? Az is... Az is. Ó, Miki, mit csináljunk? Nem akarom összetörni egy kiskölyök szívét azzal, hogy rosszat teszek, mint te! Tudom, bánatot okoztam. Nagyon sajnálom, hogy olyan sokat szenvedtél. De Lucy, a télapó nem Isten. Emlékszel, amikor évekkel ezelőtt az a gyönyörű kislány az ölembe ült? Hm? Emlékszel? Igen. Amit akkor mondtam neki, az még ma is igaz. Még a szívedben, ott a papától kapott szeretet, ő nem hal meg. És add tovább ezt a szeretetet másoknak. Így, amit a papától kaptál, örökké megmarad. Bocs a zavarásért, de reggelre 3 milliárd ajándékot kell szétosztani, úgyhogy igyekezzünk. Boldog karácsony, Lucy. Boldog karácsony, télapó. Ó, kezd hűvös lenni. Igen, valóban. Az apró betűs rész már nincs életben. Nem szednétek a lábatokat? Ketyeg az óra, Lucy. Mármint télapó. Nagyon vicces. Figyelj, ez nem az a szánkó, amit az északi sarkon mutattál. Hogy osszak szét egy rakás ajándékot taxival? Milyen taxiról beszélsz? Jól csinálod. Tök jó. Hé, főnök, nem akarok kötözködni, de gondolod, hogy a gyerekek felismerik a télapót egy piros férfi zakóban? Beverem az orrod. Várj! Nem akartalak megijeszteni titeket, de előtte megbeszélhetnénk néhány dolgot. Persze. Először is, ha egy kicsit ki akarsz fehéríteni, rendben van, de ne az egész fejemet. Másodszor. A szakál ugye nem kötelező viselet. Lucy, a következő 2 évszázadban úgy fogsz kinézni, ahogyan most. Ugyanúgy. Akkor vágjunk bele. Minden tetszik, kivéve ez az öv. Magasan van a derekam, és az kihangsúlyozza. Így sokkal jobb. Indulhatunk? Ó, azt hiszem, itt az ideje. Neked aztán jó rövid a nadrágod. Vagy talán túl magas vagy? Hm? Köszönöm. Ó, Rossini, ugye nem bánod, hogy te vezetsz? Én még nem készültem fel. Miki? Hm? Hol van a te ruhád? Csak egy télapónak van hely, Lucy. De most veled megyek, hogy betanítsalak. Ó, akkor jó. Később megbeszéljük. Ó, Ramses, nem baj, hogy hátra kell ülnöd? Kényelmetlen lesz, manóra méretezték, és neked genetikai problémád van. Mennyire sajnállak érte? Főnök, hm? Tiszteljen meg még utoljára. Köszönöm, Ralph. Kedves tőled. Kész vagy, Rudolf? Gyerünk, táltos! Gyerünk, táncos! Gyerünk, bátor és komisz! Gyerünk, üstökös! Gyerünk, ámor! Gyerünk, csillag és villám! Most repüljetek! Előre, mind! Ho-ho! Elvinni, hogy repülök. Ez már túlzás. Hoppá! Sikerült! Nos, Lucy, készen állsz az első szállításra? Igen, igen. Akkor menj! Jó. Itt lehet őket hagyni egyedül a tetőn. A rénszarvasokat? Igen, persze. Igen, akkor jó. Nincs tériszonyod, ugye? Már nincsen. Ó, köszönöm. Jól van, gyerekek! Boldog karácsonyt!
Na várjunk csak egy percet. Mi a baj? Ez itt egy igazi kémény. Igen? Mit keresünk egy igazi kéménynél? Mit vártál? Hát én azt hittem, hogy a kémény az csak mese. Nem. Ez az előírás. Le kell vigyázz. Oké. Okay. Mit fogsz csinálni Angliában? Óvatosan. Miért? Ott a kémény ilyen szűk. A másik lábad. Aztán hosszú éjszaka lesz. Hű ide. Ide. Az élre. Az élre. Oké. Egy, két, ne, 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 várj! Mi van? És ha ég a tűz? Nem ég a tűz. Honnan tudod? 200 éves csinálom. Tudom, de te vagy. Én meg én. Sütemény illatot érzek? Szerintem ez nem sütemény illat. Figyelj, nagyon sajnálom, Lucy, de nekem ez nem... gyerünk meg. Már! Ne, annyira klassz, tényleg. Ennyi az egész, hidd el. Ennyi. Igen. Csak szeretném tudni, hogy amit csinálok... Mit fog szólni a Kwanza kaibákhoz? Ez egyáltalán nem klassz. Egyáltalán nem az. Úgy is tudom, hogy direkt csináltad, Rakiki. Szia! Hello! Most nem kell ám félni, tudod? Nem félek. Hát, én félnék, ha egy idegen lenne a nappalimban, de pánikra semmi ok, mert tudod, ki vagyok? Kezdő télapó. Nem olyan vagy, mint a télapó. Ezt hogy érted? Mert te lány vagy. Igen, az vagyok. És olyan édes vagy, hogy észrevetted, mert ilyen helyes voltál. Neked adom a legjobb ajándékot, ami a puttonyomban van. Hogy kerül ide egy bicaj? Pont ilyenre vágytam. Ezt hogy csináltam? Te vagy a télapó. Persze. Én vagyok a télapó. Te pedig James. Igen. Ehhez mit szólsz? Egyből tudtam a nevedet. Most jobb, ha mész. Úgy hallom, jön a papám. Elég hangosan csúsztál le a kéményen. Igen, nekem mondod. Tudod, James, errefelé nem tudok visszamenni. Nincs valami ötleted? Bejárati ajtó. Tudod, Rintintin, kicsit többet is segíthettél volna, hogy feljussak a kéményen. Előbb tanuld meg a nevemet. Hogy, Risotto? Nem értem, mire gondolsz. Ha sokat feleselsz, kirúglak. A szerződés egy életre szól. A manók csak nagyon lassan öregszenek. Ami téged illet, nagyra nőnek. Ó, nézd, Rocky Rambo. Itt van a Hollywood felirat. Az meg ott a Steep Center. Ó, ha kiesel, lehet, hogy becserélnek valamire. Hosszú éjszaka vár rád, és sok-sok kémény. Ó, muszáj volt emlékeztetned, ugye? Jól van. A karácsonyi béke nevében. És mert én vagyok a főnök, Ralphnak hívlak. Köszönöm. Szóval, Ralph, mikor érünk Kínába? Mert úgy megkívántam egy kis pekingi kacsát. Lucy, nem akarsz megállni még valahol, mielőtt folytatjuk az ajándékkiosztást? De igen. Igen. Álljunk meg. Nem hihetetlen.
voltam, Nagyi. Az angyalok is megirigyelnék a hangodat. Fantasztikus. Ó, igen. Boldog karácsonyt, anya. Lucy! Igen. Ó, kicsim, hazajöttél karácsonyra. Igen. Szia, nővérkém. Mi ez a télapó öltözék? Bár csak elmagyarázhatnám. Lucy, ha a ma estének vége, az ünnep többi részében azt csinálsz, amit csak akarsz. Te vagy a télapó. Bármit megtehetsz. Tök jó. Lucy, mi folyik itt? Anya, nálad vannak a gyógyszereid? Hé, emberek, ezt nem fogjátok elhinni. Oda kin esik a hó. Ez hihetetlen. Los Angelesben még sohasem habazott. Hé, nézd! Télapó szánkója, az ott Rudolf. Mit kell úgy bámulni? Csak egy szánkó és 9 rénszarvas. Figyelj, anya, most nincs időm elmagyarázni, de holnap beugrom hozzátok ebédre. Egy dolgot szeretnék kérni azért, ha lehetséges. Ne gyújts be a kandallóba. Lucy! Lucy, tényleg egy rénszarvas csinált rá a cipőmre? Igen. És miért havazik Los Angelesben? Ó, hát... Ez egy elég hosszú történet, öcsi. Nem értem. Nem baj. Apa, nem tudom miért, de szerintem Lucy néni lett a télapó. Nos, azt hiszem készen állok a murira. Hol van Miki? Gyere, Miki, elkésünk. Attól tartok, Lucy, én itt kiszállok. Egyedül kell menned. Miről beszélsz? Helgával, Saint-Tropez-ban szeretnék letelepedni, de... Nem. Szeretnék megállapodni. Nem hagyhatsz itt egyedül. Ez az első estém télapóként. Nem tudom, hogy kell csinálni. Hogy menjek fel a kéményen? Mit kezdjek ezzel a rengeteg játékkal a puttonyomban? Semmit nem tudok a rénszarvasokról. Gyerünk táncos, bátor és tudod, hogy értem. Szükségem van rád. Nem mehetsz el. És mivel azt mondtad, hogy télapóként bármit megtehetek, úgy rendelkezem, hogy mától tiszteletbeli télapó leszel. Ez azt jelenti, hogy átsegítesz a következő 200 éven. Megkeresed az utódomat, hogy ne kelljen átélnem azt a tortúrát, amit neked. Nos, megegyeztünk? Ugyan már, Miki? Kérlek. Rendben, ez az. Jó, ha kienyelektétek magatokat, indulhatnánk. Oké, kezdesz az idegeimre menni. Ülj hátra és húzd meg magad, rendben? Lássuk, mit tanultam. Szóval, táncos és... táltos és... kántor és... villám és... Szálljatok, repítsetek tova! Mi van? Szálljatok! Nem emelkedünk. Fogd meg a gyeplőt, Lucy. Ó, ezt honnan kellett volna tudnom? Ez az első munkanapom. Te 200 éve ezt csinálod. Jól van. Boldog karácsony! Boldog karácsony! A nővérem a télapó? Tökla! Giddy up, let's look at the show. We're riding in winterland of snow. Giddy up, it's grand, just hold my hand. We're gliding along with the songs of the wintry wonderland. Our cheeks are nice and rosy.